Még 2016 nyarán 18 évesen kaptam meg az első munkahelyemet. Izgatott voltam a munka miatt, de nem kifejezetten a forgalom miatt, mert 30 perc autóút volt mindkét irányba, és későn értem haza általában. És ez az utolsó dolog, amit nem szerettem, a 30 perces vezetést hazáig. Az első pár hétben gyorsan hozzászoktam a dolgokhoz, persze volt egy kis rutinom is. Nem felejtem, amit anyám mondott nekem, hogy figyeljek mindenre és legyek óvatos. Megértettem az aggodalmát, vékony 18 éves voltam, de még ennél is fiatalabbnak tűntem. Izgatott voltam is, ezért később megfeledkeztem a tanácsáról. Egyik éjszaka észrevettem, hogy nem elegendő a benzin, hogy odaérjek a munkahelyemre. Behúzódtam a legelső állomásra, nem törődve se a márkával, vagy sem a gázköltségvetésével. Úgy gondoltam, hogy a lehető leggyorsabban tankolok, és csak kb. 10 dollár kellett, hogy beledobjak. Lecsúsztattam a kártyámat, és elkezdtem szivattyúzni a gázt, miután elérte a 10 dolláros határt, kikapcsoltam, és kinyomtatta a nyugtámat. Hallottam valamit mögöttem, épp vissza akartam szállni az autómba, de megszólalt bentről a fickó a hangszórón. Asszonyom, probléma merült fel a hitelkártya fizetésével. Ránéztem a fickóra és éreztem, hogy a hideg futkos a hátamon. Egyike volt azoknak az embereknek, akikhez nem szívesen mennie be, elég furcsán viselkedett, csak engem behámult az ablakon. Kéri, hogy menjek be. Visszaléptem a benzinszivattyú mellé, és megnyomtam a beszélő gombját. Mi baj a kártyámmal? Van nyugtám is. Teljesen jól ment át. Próbáltam elrejteni a bosszúságot a hangomban, nem tetszett a pillantása vagy az útja. Csak arra van szükségem, hogy bejöjjön hozzám, mivel helytelen a nyugta. Itt kell lefuttatnom a kártyáját. Kicsit túl gyorsan válaszolt. Csalódottan nézett rám a férfi az ablakon. Nem mentem oda, hisz egyedül vagyok. Tágra nyílt szemekkel bámult rám, mint valami rabló. Elővettem a telefonomat és megnéztem a hitelkártya alkalmazást. Hülyén tartottam, mintha onnan látná, és újra megnyomtam a gombot. Átment a nyilatkozatom, látom, nem megyek be. Asszonyom, ha megpróbál elmenni, hívom a rendőrséget. Megvan a címe és a száma is. Kérlek, gyere be! Miután a túloldalról mondtam neki, hogy több mint 10 dollárra felhívni a rendőrséget, elég gáz. Nem érdekel, én elmegyek. Aztán bemutattam neki. Épp vissza akartam ülni a vezetőülésbe, hogy menjek. Megálltam, ugyanis ütötte az ablakot, de ezúttal figyelembe vettem, és nagyon kétségbe esettnek tűnt, mint hátborzongatónak. Folyamatosan integetett és hívott, de az ablakon keresztül nem hallottam, és eléggé furcsáltam. 5 másodperccel később egy darab papír csapott az ablakra, amire sietve írt. Srác van az autódban. Elkezdtem futni az állomásra, és az eladó rögtön becsukta az ajtót, és azt mondta, hogy jöjjek nagyon gyorsan be. Szeme az autóra nézett, és egy fegyver volt a kezében. Legugoltam a pult mögé, és figyeltem a biztonsági kamerákat. Visszanéztük a felvételeket, és látszott, hogy mögöttem épp besétál az a rejtélyes alak. Odament, kinyitotta és egyből beiszállt az autómban, miközben fizettem. Az eladó egyből észrevette mindezt a kamerán, és pár perc múlva azonnal hívta a rendőrséget. Átkutatták a környéket és az autómat, de nem tudták megtalálni a fickót, vagy más nyomokat. Az eladó megmentette az életemet, mert ki tudja, mi lett volna, ha elhajtok azzal az idegennel a hátsó ülésemen. Szerintem ez egy tanulságos eset, nem elég óvatosnak lenni. Nos, de nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, illetve egy feliratkozást a hasonló tartalmakért, de én még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, én Margi voltam, a következő videóban találkozunk, és sziasztok!